Videón, ahogy a rendőrök előállítják a megbilincselt lövöldöző fiatal férfit, még 2019-ben rántott elő egy gázriasztó pisztolyt Bajtaszéken. Két célzott lövést adott le arra a férfira, akinek a családja befogadta az őrjöngő támadó feleségét és a gyerekeit, miután elmenekültek tőle. A fegyveres apa ügyében most született ítélet, összesen 6 vádpontban mondta ki a bíró bűnösnek. A szekszárdi járásbíróság a váddal egyezően bűnösnek mondta ki a vádlottat, felfegyverkezve elkövetett személyi szabadság megsértésének büntettében, kiskorú veszélyeztetésének büntettében, felfegyverkezve elkövetett garázdaság büntettében, kapcsolati erőszak büntettében, súlyos testi sértés kísérletének büntettében, valamint kábítószer birtoklásának vétségében. Mindezekért összesen a lövöldöző férfi akár több év börtönt is kaphatott volna. A bíró viszont úgy döntött, nem küldi rácsok mögé. A kiszabott 2 éves büntetést 5 év próbaidőre felfüggesztette. Egyrészt azt vette figyelembe a bíróság, hogy a vádlott büntetlen előéletű, másrészt pedig azt, hogy a korábbi magatartásán változtatott, és megpróbálta a sértettel való viszonyát rendezni, a sértett pedig megbocsátott a vádlottnak. Az ítélet egyelőre nem emelkedett jogerőre, mert az ügyész és a vádlott is 3 nap gondolkodási időt kért.